Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, városismereti műsorunkkal jelentkezünk. Most már 8. adásnál járunk, amiben a belvárosról van szó. Ugye bemutattuk Székesfehérvár városrészeit, hagytuk a végére a város szívét, a belvárost, ami annyi titkot rejt és annyi csodát rejt, hogy gyanítom, még ma sem fogjuk tudni befejezni az érdekességek felidézését, és ez köszönhető annak, hogy két olyan szakemberrel ülhetek szemben, és két olyan szakember osztja meg velünk tudását a műsor folyamán, akik tényleg az apró részleteket is el tudják hozni nekünk, és nem egy titokról került már le a fátyol. Így aztán köszöntöm állandó szakértőnket, Váci Márk történészt, a Városkutató Intézet munkatársát. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. És nagyon hálás vagyok Igari Antal, műemlékvédelmi szakmérnöknek, Fejér megyei főépítésznek, hogy kitart velünk a belváros kapcsán, és elhozza mindent, amit tud róla. Hát üdvözletem mindenkinek, és természetesen ez nem lehet kérdés. Hát az embernek szívügye, akkor természetes, hogy itt van. Megmarad az utókornak. Nektek köszönhetően sok olyan titok és érdekesség, ami egyébként lehet, hogy feledésbe merülne, úgyhogy a hála az mindenképpen itt el kell, hogy mondjam. El kell mondjam azt is, hogy a Himerháznak is köszönjük szépen a helyszínt, hiszen már másodszor lehetünk a gyönyörűséges Moskovszki teremben, ami tényleg csodálatos díszlet, és az ember érzi a terem méltóságát, így aztán azt is, hogy amiről beszélünk itt a város kapcsán, is igazán megérdemli a méltó megemlékezést. Folytatjuk a sort, valójában az Országzászló téren a virágóráról beszéltünk a legutóbbi műsorban. Itt maradunk még egy kicsit, bár említettük az Országzászlót, de azért részleteiben térjünk vissza rá. Én úgy gondolom, hogy ha már az Országzászlóról beszélünk, akkor mindenképpen a térről is beszéljünk némileg, hiszen az is érdekes, hogy maga a tér az hogyan alakult ki. Bár rádióműsorokban is már sokszor beszéltünk róla, meg talán már a televízióban is elhangzott, de érdemes azért ismét felidézni, hogy ugye volt a 30-as évek második felének egy klasszikus városépítési, városfejlesztési korszaka, pont a múltkori adásban is sokat emlegetett Csitári Emil, illetve Csitári G. Emil polgármestersége alatt, amikor Schmidt Ferenc tervei alapján 1936-ban ez az Országzászló tér elkészült, illetve létrejött. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Várkörútnak a korabeli nyomvonala, ami a Koch László utcának a végétől indult, és aztán pont ennek a térnek a kiszögellésében, kereszteződésében kanyarodott ki a mai Várkörút nyomvonalára, illetve az egykori Bognár utca között volt egy házsor, egy kettős házsor. Ugye az egyik az a Várkörúthoz tartozott, a másik pedig magához a Bognár utcához, ugye a Bognár utcának a páros számú házsoráról van szó, és ennek a házsornak gyakorlatilag ugye ez egy háromszög alakú térség, ennek a háromszögnek ugye a csúcsát lemetszették, hát gyakorlatilag az alapja maradt meg, hogyha tényleg háromszögként képzeljük el, ugye az a házsor, amiről a múltkori adás végén beszéltünk, amelynek a helyén ugye a virágóra keletkezett, mint olyan. Tehát ezt a házsort ugye egy térfallal igazából leválasztották az Országzászló tértől, és ugye 1938-ra ezen a téren, bár már 36-ban ugye az építkezések elkezdődtek, létrejött maga az Országzászló emlékmű. Ugye az építész tervezője Rimanóczi Gyula, akit a nagyon sokszor emlegetett Csutinéből be mindig csak a pehjes építészként emleget, ugye részben ugye az Országzászló emlékmű elbontása, az új közvágóhíd elbontása, ami szintén az ő nevéhez kötődik, illetve hát ő akkor még úgy emlegette, hogy a kettes számú irányító torony tervezője, vasútról van szó, ez ma már egy kicsit megkérdőjelezhető. Minden esetre Rimanóczinak a különböző tervei azok nagyon sokáig nem voltak itt a városban felelhetők, ugye most már az Országzászló emlékmű ismételten áll. És hát azért mindenképpen ki kell emelni Molnár Tibornak a munkásságát is ezzel kapcsolatban, hiszen a térre ő tervezte meg azt a modern bérházat, ami a múzeum, illetve a bank épületével átellenben megtalálható, ugye a Gallaház, illetve a Somogyi György által tervezett modern bérház közé, tehát így létrejött gyakorlatilag ez a kvázi modern arculata
ennek a térnek, és ezen a téren állították fel ezt az ereki és országzászló emlékművet, ami aztán 2018-ban ugye megújult, és hát a szakirodalom legalábbis azt írja, illetve a sajtócikkekben is az jelent meg, hogy Rimonóczy eredeti terveihez képest ez már egy kicsit közelebb van, tehát az eredeti tervekhez jobban hasonlít, egy ilyen oltár jellegű felépítmény készült igazából ugye a Szent Koronához és magához az országzászlóhoz, amit ugye a történelmi vármegyéknek a címerei vesznek körül az alapzatban. Menjünk is tovább. Itt, akkor, nem ugye? Nézzük meg a Lakatos utca 2-t. Hát a Lakatos utca az sok szempontból érdekes. Igazából a 2-es számot azt azért választottam ki, mert alapvetően a főutcához, illetve a Városház térhez szokás kapcsolni, de hát a címe az ugye Lakatos utca 2. Egyébként a szomszédos épület is a Lakatos utca 6 irányából számozódik, hiszen az egykori gazdasági bejárata a mai cipőáruháznak szintén ott van. Ugye korábban ez a Lakatos utca 6, mai főutca, nincs is egyébként főutcai címe, pont ebből adódóan, ugye Knazovicki Béla divatáruháza, divatkereskedése volt, és amiről most beszélünk, a szomszédos épület, az pedig Pollák Gusztávnak, később pedig a fiának, Pollák Rezsőnek lett az Alba cipőgyára, illetve a hozzátartozó cipőkereskedése. Ugye nagyon sokáig ezt Pollák sarokként emlegették, az én fehérvári nagymamám is még így egyellel Pollák saroknak említette. Szerintem az ő korosztálya, tehát ez az 1930-35 környékén született generáció, meg a háború előtt születettek, még többnyire így ismerték. Aztán ugye hát a Pollákékat is deportálták a II. Világháború során, a családnak egy része visszatért, és hát aztán csemege üzlet jött létre a helyén, illetve később kávézó, vendéglő, tehát elsősorban már Julius Mennyként lett ismert meg csemegeként, és hát ugye mai nap is az olasz étteremmel szemben, amit a múltkori adásban említettünk, egy kávézó működik, és hát ugye ezek határozzák meg igazából már a mai főutcának az arculatát. Bocsánat, egy röpke két mondatot. Óriási problémát okozott az épületnek a felújítása, mármint a jelenlegi kialakítása, ugyanis ugye ennek van egy lábakon álló földszintje, és ehhez kellett valahogy igazítani azt a portált, de valahogy abszolút nem akar összejönni az emeleti résszel, és hát ugye korábban még volt a csemege üzlet, tehát ugye kasszába külön kellett kis cédulával, talán még néhányan, talán már te nem emlékezhetsz rá, ahhoz te fiatal vagy, de ugye külön fölírták, át kellett menni, kifizetni majd vissza a pulthoz, és na, szóval ez a rész, ez átértékelődött, mikor, hogy most akkor valami vendéglátó rész alakuljon ki, és korábbi évfolyam társaim voltak azok, akik ezt tervezték, és hát elég nehéz volt, de meg úgy tűnik, hogy megoldották, hogy az látszódjon, hogy egy szinte összefüggő üvegfelület van, közben meg hát valamilyen módon a pillérek lejönnek, és kívülről nem igazán látszódnak, mert mondom, az meg teljes egészében, hát a legfontosabb statikai helyeket megfogták, de a felső szintekkel abszolút nincsen köszönő viszonyban se. Úgyhogy hát egy építész feladat volt, hogy úgy eltüntetni, hogy mégse tüntette el a pilléreket. A következőben egy picit elhagyjuk a főutca környékét, a Mátyás király körút 23-ig megyünk el, ahol a kartház található. Hát gyakorlatilag csak mondjuk azt, hogy helyrajzilag hagyjuk el, illetve elnevezés szempontjából, hiszen ez a Mátyás király körút, a Várkörút és a főutca kereszteződése, egy hármas kereszteződés, sőt, ha úgy veszük, akkor még a Marosi Arnold utcájé is. Tehát ezek az utcák zárják igazából körül ezt a tömböt, aminek ugye a Várkörút felüli részén 60-61-ben keletkeztek egyébként azok a modern bérházak, amelyeken többek között a jellegzetes zárt sarokerkély is megtalálható, a Mátyás király körút felé és a Várkörút felé is.
Amiről most beszélünk, ugye ez a Mátyás király körült 23, az egykori Karlház, ez Karl József és fiai ecet, rum és likörgyárához kapcsolódott. Ugye a mai Várkörútnak a túlsó felén voltak igazából az üzemépületek, az úgynevezett Szelke Majorban, és ugye az egyik szomszédos épületet nevezték Szelkeháznak, amiben egyébként a Pollák Rezsőnek a raktára működött, tehát visszakapcsolunk az előzőhöz. És ugye ebben a Karlházban, a család egyébként az Icsi-ligetben lakott a másik Karlházban, az Icsi-liget 4-ben talán, ebben nem vagyok most biztos, minden esetről ők ott laktak, és itt igazából az üzlet volt, mint olyan megtalálható, és a lerakat. A Karlék egyébként az iparkiállításokon rendszeresen részt vettek, már az első székesfehérvárin 1879-ben, és aztán a másodikon is, majd a budapesti nemzetközi vásár elődrendezvényein ők már ugyanúgy megjelentek önálló standdal, és hát 1936-ban a BMW-t például ők nyitották meg a saját termékeikkel, ugye a Kajofi márkanév az innen ismert, ugye Karl József és fiai, és az egyik leghíresebb likőrük ugye a Hokobol, mint olyan, amiről többek között ugye Jávor Otto is megemlékezik az egyik kis rövid írásában, ami annak idején Fejér megyei hírlapban is megjelent. Ennek az épületnek még az az érdekessége egyébként, hogy a Marosi Arnold utca felől magának a cégnek a kis körirata szerepel egyfajta pecsétben, és egy kis város címer. Ezeket 1935-ben Márki Béla keramikus művész alkotta, és aztán 1988-ban készült el ezeknek a rekonstruált másolata. Hát tulajdonképpen az volt, hogy totál szétverték szinte az egészet, mikor ezt átépítették nyilván a második világháborút követően, le volt vakolva, és egy felújítás során került elő egy darab, az is ilyen maradványokból, és akkor sikert restaurálni az egyiket, és akkor az alapján készült el, nem is tudom, talán 4 darab összesen, ami a nyílások között van. Ami még talán érdekesség lehet, hogy ugye a gyár, az lényegében ezzel összefüggött, mert a Várkörút az nem odáig ment ki, hanem az befordult előbb, tehát a Koch László utca akkor Feri Oszkár utca volt, illetve a Várkörút átment a mostani Koch László utca felől, és amikor elbontották, akkor lett az a lehetőség, hogy itt volt egy újabb telekrész, és akkor épült fel a 60-as évek elején az, amit előbb Márk említett, hogy egy teljesen önálló lakóépület alakult ki. Bocsánat, földszintjén iroda, most a Ladó iroda van ott. Így van, és ugye a Várkörút az gyakorlatilag 61-től lett, aztán körútból sugárút valójában. Menjünk a belváros déli része felé, a Megyeház utca 20-ba, ahol a város alapítási dombormű található. Mi a története? Na, én azt gondolom, hogy ez az egyik olyan alkotás, amit talán a legkevesebben ismernek a városban, hiszen a legkevésbé feltűnő. Pedig ha valaki a régi Megyeház a környékén jár, ugye ez a Megyeház utca 17, akkor érdemes a 20-as házszámnak a homlokzatára is felpillantani, és akkor itt megtalálja Kovács Margit kerámia falképét, ami 1972-ben készült. Ugye nem túl látványos egyébként, tehát tényleg azért az embernek keresni kell, hogyha tudja valaki, hogy ott van, akkor fogja megtalálni. 1972-ben ugye a város feltételezett Géza nagyfejedelem általi alapításának 1000. évfordulója alkalmából állították itt fel, és hát azóta is egyébként itt látható. És akkor, hogyha szabadna egy napjainkkal való kapcsolatát picit előirányozni. A közeli napokban várható, hogy egy hasonló, most így mondom, dombormű elhelyezése kerül majd egyéb más domborművekkel a most folyó múzeum rekonstrukció felújítás során, ugyanis Fritz Mihály éremművész, Szeged éremművész kapott megbízást arra, hogy 3 a város életében meghatározó időpontban ábrázolja a várost, egy alapításkori képek, többnyire az inkább egy ilyen felülnézeti, a másik, nem tudom, hogy mennyire szabad ezt most előre elárulnom, de hát annyira talán nem titok, aztán lesz egy törökkori állapot ábrázolása, és ez a Habsburgok ideje még, vagy így mondom, a
középkor vége, újkor eleje, illetve a harmadikként pedig már a reformkorban, és ezek mind egyre inkább már valami konkrét ábrázolások feldolgozásával készülnek, három egész méretes, tehát ilyen 80x100 centis bronz domborművek kerülnek a múzeumba, és hát már elkészültek, a művésszel beszéltem az elmúlt napokban, hogy már a bronz kiöntés sem megtörtént, és hát a közeli napokban várható az elhelyezése, és remélhetőleg jövő tavasszal már a széles nagy közönség is láthatja majd. Menjünk tovább, nem messzire, a Szent István tér 10-be, ahol a Lausmann ház emléktáblával található. Hát várostörténeti műsorban vagyunk, a legnagyobb hiba lenne ezt, pont ezt az épületet és ezt az emléktáblát, illetve dr. Lausmann Gyulát kihagyni, aki amellett, hogy orvos volt, azért nagyon fontos várostörténeti tevékenysége is volt, hiszen Károly János mellett ő volt a város, ugye Károly János kifejezetten a megye monográfusa volt, Lausmann Gyula pedig a város monográfusa. 4 kötetben írta meg annak idején Székesfehérvárnak a történetét, gyakorlatilag a honfoglalás idejétől nagyjából, ha jól emlékszem, Tóni, javíts ki, ha nem jól tudom, 1917-18-ig. Tehát ugye az első világháború. Én így fogalmaztam volna elsőre, az első világháborúval bezárulnak. Igen, igen. Tehát a saját koráig gyakorlatilag, ugye, mint azért ez egy elég nagy törés gyakorlatilag ebben a történetben, és ez egyébként aztán később megjelent a városi levéltár gondozásában is, illetve ma már az interneten gyakorlatilag szabadon hozzáférhető, és hát azért Lausmannnak nem akármilyen munkái voltak. Székesfehérvár orvos történetét feldolgozta többek között, a fehérvári éremgyűjtésről írt különböző munkákat, Székesfehérvár feliratos kövei címmel olyan sírfeliratokat kutatott fel, amelyek már az ő korában is rendkívül nehezen voltak például olvashatók, ma már egyáltalán nem léteznek. Tehát ezeknek az emléke még megvan. Az eredeti felirat, ha mondjuk latin vagy német nyelven íródott, illetve a magyar fordítása, ebből nagyon sok járványtörténeti adalékot lehet például kivenni. És számos egyéb várostörténeti színjátszással, a Vörösmarty kör történetével és egyéb témákkal foglalkozott. Ezek a munkái ma már egyébként a Vörösmarty könyvtár helyismereti részlegének jóvoltából az interneten, a könyvtár honlapján fellelhetők, és szabadon letölthetők, ráadásul kereshető szövegekről van szó. Tehát bárki hasonló témákban kutakodik, akkor akár címszavakra is rá tud keresni, és hát gyakorlatilag Lausmann a mai kor kutatói számára is mindenképpen megkerülhetetlen építészeti szempontból is, mindenképpen várostörténeti szempontból is, és hát gyakorlatilag mai kutatóknak minden korosztálya Lausmanntól indul ki, és aztán Lausmann utáni munkákat kezd el aztán nyilván kutatni, illetve olyan munkákat, amelyekre ő is hivatkozott korábban. A Szent István téren nem ez az egyetlen emléktábla, hiszen a 12 szám alatt a Szepfőházon is van emléktábla. És hát nem pusztán csak, hogy emléktábla, hanem szinte Lausmannnal szinte párba lehetne említeni. Hát itt nem Fehérvár történetét, hanem a magyarság történetét igencsak elég erőteljesen körülírta Szegfű Gyula, aki egyébként hát az igazán nagy, tehát a főműve, közös főműve Hóman Bálinttal a Magyarország története, ugye az 5 kötetes alapból, aztán volt különböző változata ennek a kötetnek. Nyilván itt is ugye Hóman Bálint a numizmatikának az egyik fő, hogy úgy mondjam, szakírójaként és művelőjeként, Nemzeti Múzeum főigazgatójaként, és a különlegesség ugye a történetben, hogy mondhatni, hogy szinte teljesen más életpályát bejáró két ember valahol Fehérváron találkozik. Hát az egyik itt született, itt nő fel, a másik felnőtt korába kerül Fehérvárra országgyűlési képviselőnek. Majd azt lehet mondani, hogy életük vége felé, hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy megint csak ők hogy úgy pályatársak, hogy közös munkájuk volt még hozzá. A magyar történetírás, azt lehet mondani, tehát leginkább alapművét írták meg. A személyes sorsuk is összeköti, bár még egyszer mondom, teljesen másként.
moszkvai nagykövetként működik Szegfü Gyula, és ebben az időben ő az, aki Hóman Bálint perében, ahol gyakorlatilag Hómanra mondhatni, hogy halálos ítéletet is kérnek, és végül megelégszenek az életfogytiglannal, talán épp neki köszönheti az egykori pályatársnak, hisz ő moszkvai nagyköveti előélettel, vagy hogy mondjam, gyakorlatilag mentő tanúja volt Hómannak, és érdekes módon ki volt még a mentő tanú, azok a zsidó családok és zsidó kortársak, részben pályatársak, akik Hómannak köszönhették az életüket, vagy a későbbi egzisztenciájukat. Úgyhogy elég érdekes tud az élet lenni. És hát ennek a Szegfü Gyulának az egykori szülőházáról van szó, erről emlékezik meg az emléktábla. És hát itt most az épületről hát hasonló dolgokat lehet elmondani. Már ugye az 1600-as évek legvégén megjelenik egy előképe ennek a háznak, majd aztán utána többszöri átépítésen esik keresztül, és hát a legnagyobb talán átalakítás a 19. században történt meg vele. Hát azt hiszem röviden ennyit lehetne. Igen, hát azért Szegfü és Hóman kapcsán tényleg érdekes az, hogy ők kvázi, hát nem azt mondom, hogy egy platformról indulnak, mert azért mégsem, tehát azért a legitimista politikus és ugye alapvetően a Hortit, kezdettől Hortit támogató politikus, bár azért mégiscsak ugye egy monarchista álláspontról indulnak, és aztán Szegfü ugye egy ilyen polgári, liberális irányba mozdul el, Hóman pedig ugye hát gyakorlatilag megmarad abban az ideológiában, illetve abban az eszmerendszerben, ahonnan ő indult mondjuk a 20-as évektől. És tényleg, tehát Szegfü Gyula pont ennek a, hát ha nem is irányváltásnak köszönhetően, de mondjuk azt, hogy kicsit balra tolódásnak, tehát mondjuk azt, hogy mérséklődik az ő álláspontja, ugye ez a történetírói munkásságában is egyébként megmutatkozik, lesz lehetősége arra, hogy tényleg mentő tanúként és kvázi koronatanúként ugye gyakorlatilag ügyvédként működjön közre Hóman Bálint érdekében, aki aztán valóban a Váci fegyházban végzi az életét életfogytiglan miatt. Hát ez már egy szomorú történet. A következő épület esetében a helyszínt érdemes meghatározni, Várfok utca 1-3, és egy bérházról van szó. Igen, hát a megyeháza szomszédságában vagyunk. Ugye a Várfok utca az a mai piacteret köti össze igazából a Szent István térrel, tehát ugye az egykori vármegyeháza gazdasági épülete mellett megy ki az autóbusz állomás irányába és a piac tér felé, és itt található az, ugye az úgynevezett Tébe bérház, amit 1938-ban Kocsis Iván tervezett a takarékpénztárak és bankok országos nyugdíjpénztára számára. Tehát innen egyébként a Tébe rövidítés, ugye ez a takarékpénztárak és bankok egyesülete, így is nevezték, és hát ugye ennek a felirata is egyébként egy neobarok sarokerkéllyel látta el Kocsis, ugye ez az ő egyik fő jellegzetessége volt, az úgynevezett gyöngyvirágházon is például ezt megtaláljuk ugye a Budai út és a Várkörút kereszteződésében, innen nem messze. Ugye Kocsis volt az egyik fontos átépítője gyakorlatilag a fehérvári belvárosnak és modernizálója, és ugye ezen a sarokerkéllyen megtaláljuk azt, hogy ez az épület ugye ekkor keletkezett, 1938-ban, a Szent István emlékévben, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy hát kifejezetten ebben az évben jött létre, ugye társadalmi céllal elsősorban. És most megérkeztünk ahhoz az emlékműhöz, ahol gyanítom több időt fogunk tölteni. Ezt úgy elárulom a nézőknek, hogy amíg készültünk itt a műsor kezdetén a Mátyás király emlékművel kapcsolatban, Igari Antal azt mondta, hogy na akkor ott egy külön műsor. Nos, hát akkor kezdjük. Hát hogy is. Ha az emlékműről beszélünk, akkor annak a története az mondjuk 88 kezdődik, 89-ben vett egy elég nagy fordulatot, tervpályázat, többféle tervvel,
Melokó Miklós nyerte meg a pályázatot, de nem erre a helyszínre, hanem a püspökség bütőjére, ami a romkerti részre nézett, és hát akkor felmerült vele kapcsolatban, hogy hát talán nem is biztos, hogy ide kellene ezt az emlékművet tenni. Egyrészt, mert nem kizárólagosan Mátyáshoz köthető a romkert. Féltették attól is, hogy a püspökségen belül lévő kápolna és annak az egész különleges falfelülete, a bőrfelület sérül az építés során. A későbbi, majdan megvalósuló nemzeti emlékhely helyett egy kicsit túlontúl fejnehézé tenni, vagy hát elvinni egy olyan irányba, ami nem biztos, hogy kellene. És hát nyilván volt egy olyan is, hogy hát nem biztos, hogy talán Mátyás volt az, aki a leginkább az egyházhoz való kötődése a legerőteljesebb. Szóval ezt úgy finomabban fogalmaztam. Na, ebből kiindult egy olyan elképzelés, hogy lehet, hogy egy kicsit máshová kellene ezt kitalálni. Itt azért annyi megemlítendő, hogy történetesen Nagy Benedek is pályázó volt, díjnyertes volt, de mint mondtam, mármint hogy megvételben részesült az ő műve, de Melokó nyerte, és hát akkor Melokó Miklós és Balsa István tanácselnök, ugye a későbbi polgármester, közösen elkezdtek helyet keresni neki, és ráleltek erre a foghítelekre, ami ugye még valamikor, hát hogy úgy mondjam, egészen másképp nézett ki. Erre nyilván archív fotók vannak, az előbb is lehetett látni. Háborús károsodás eredménye. Tehát egy vaskereskedés működött itt. És az az érdekesség, hogy ugye az a két emeletes épület úgy fölé tornyosodott az egy emeletesnek, és önmagában, mikor hát ezt elbontották, akkor a már emlegetett Kocsis Ivánnak egy, talán lehet mondani, hogy novecentós épülete, tehát egy ugye 1900-es évekre olyan jellemző, ilyen visszafogottabb stílusú, de mégis egy kicsit olaszos, alsó íves árkádokkal elképzelt, viszonylag meghatározott keretezéssel, egy köztes osztópárkánnyal, és az Ibusz iroda létezett itt alul. És ezt ráleltek erre a helyre, és hát a barokkos bütüre, de hát ez, itt már volt egy teher, korábban már beszéltünk róla, a magyar vitéz, vagy mondhatnánk Zrínyi szobor, ugye erről volt már polémia is, hát elfoglalta azt, hát akkor volt egy döntés, hogy jó, akkor ezt vegyük le, annak majd keresünk helyet, ugye a vitézi székházról egyszer már volt a rendházon, hát aztán végül annak egy harmadik helyet kellett keresni, de hát ide elkészült Melokó Miklósnak az alkotása, itt egy fiatal építész kollega Masznyik Csaba, illetve egy másik, Kréling János, akik most már a fiatal építészekből ugye az éptörtanszék vezetője lett Kréling János személyében, és hát már akkor is korosabb, statikus Kisfaludi Attila alkották meg azt a művet, ami ide készült. Egy leomlott templom maradványa jött létre. Ugye sokan még most is azt gondolják, hogy ez egy egykori templomnak a maradványa. Szó se, nem volt soha templom, vagy legalábbis ilyen szinten nem. Itt egy kicsikét alkották a történelmet, illetve a történelmi leleteket. És ez a boltozat, ez arra alkalmat adott, hogy egyrészt, amit Miklós, bocsánat, Melokó Miklós szobrászművész mondott, hogy a régi mesterségnek adjuk vissza a tiszteletét, hogy a kézi munkának, a mesterségbeli tudásnak, ugyanez volt az építészek részéről is, hogy akkor most itt jelenjen meg egy olyan elem, ami egy kicsit visszaálmodja a különböző stílusokat, Fehérvár nagyságát. És egy leomlott bazilika jelenik meg valójában, és az oltáron pedig Mátyás maga, és akkor hát első etapban ugye elkészült Mátyás figurája az oroszlánokkal, mint egy oltáron. Előtte
a dialektikaként egy öreg ember térd el a felhőkön, majd az alkotó ember, a homo faber, mondhatni, hogy a zenének a megtestesítője. És ebből adódik az, ami később kialakult, de ugye az alapelképzelésben is az volt, hogy Mátyás és a hét szabad művészet jelenjen meg valahogy ezen az emlékművön, és ezek később kerültek föl. Tehát ugye első etapban már is hát kimondták, hogy Mátyás halálának 500. évfordulójára, tehát 90. április 6-ára ennek állnia kell. Én ott rimánkodtam annak idején, még a Balsai, maradjunk így, hogy Pistának, tanácselnök úrnak, hogy ne haragudj, de hát nem leszünk készen, meg kell lenni, megállapodtam Szűrös Mátyás akkori ideiglenes köztársasági elnökkel, hogy már pedig akkor lesz az avatás. Na jó, de hát tél lesz, és meg kell csinálni. Hát készült, elkészültek a tervek, hogy lesz téliesítve az a nehéz állvány, amiről építettek az emberek. Hála Istennek egy olyan éjszakánk nem volt, hogy úgy igazából mínuszban fordult volna az idő, és hát április 4-én bontották az állványt, akkor már nem volt munkaszüneti nap, lebontották az állványt, 5-én díszítették, 6-án megtörtént az avatás. Méghozzá igencsak szép keretek között, és hát a későbbiek során ez még bővülhetett a ilyen kőreliefekkel, tehát a történetírás, az algebra és a geometriának egy ilyen címerpajzson megjelenő ábrázolása a Volti buszépületen. Ugyanott elkészült az a úgynevezett az grafittos díszítés, amit az előbb a képeken lehetett látni, tehát hogy a különböző vakolat színezésekbe visszakapar módon az adja ki a díszítményt. Itt egy ilyen téglavörös okker és egy grafit szürkének a kombinációja. Nyilván Mátyás emlékét kicsit fölemlegetve, és készült még a sarokra, az még egy utolsó tál, harmadik ütemben egy olyan előtér az épülethez, aminél most is azt mondják, hogy hát ott van a szobor, posztamens, és nem tették oda. Nem, az nem szobor, posztamens, az azt jelzi, hogy az egyes oszlopoknak vége, tehát ledőlt az egész alkotás. És hát ez egy ücsörgő kis terecske, tehát egy ilyen mediterrán térre alkották itt már elsősorban az építészek közreműködésével Melukó Miklósék, és hát a sarkon pedig ugye Latinovics Zoltán vonásait őrző retorika, tehát a szónoklattan, és így vált teljessé, tehát ugye teljes hét szabad művészet, bocsánat, egyet nem említettem, fönt a legtetején az emlékműnek, ami a rendház oldalának, illetve sarkán van, végigfutó oszlopkötek tetején egy fiúcska játszik az ölében egy gömbbel, és azon kis aranygömböcskék futkosnak, hát ez pedig a csillagászat. Hát ugye a különböző bolygók egymáson, és így valóban teljessé válhatott, ha jól emlékszem, talán 94-ben, tehát ilyen több ütemben, de 90. április 6-ára kész lett az emlékmű. És nagyon hangulatos lett a főutca ezzel része az emlékművel és mindezzel együtt, amit elmondtatok. De a következő szobor kapcsán gyanítom, a törökkorig megyünk vissza, hiszen a Varkos György főutcai szobráról hoztatok információt. Igen, meglehetősen késői alkotás, hogyha azt vesszük, ugye ahhoz képest, hogy Varkos György halála mikor következett be. Ugye 1543-ban járunk, a török két évvel korábban elfoglalta Csellel Budát, ugye augusztus 29-én, a Mohácsi csata 15. évfordulóján, Szulejmán szultán 1526. augusztus 29-től kezdve nagyon szerette ezt a dátumot. Szapolyai János akkori király rendszeresen ezen a napon rendelte magához például, ezzel is minél inkább megalázza ugye nem csak őt, hanem gyakorlatilag az egész magyar nemzetet, már a maradékát, és aztán ugye 1541 után elindul gyakorlatilag a Buda környéki fontosabb erősségeknek az elfoglalására. 1543 tavaszán már Varkos György a város testőrparancsnoka, és aztán később várkapitánya is lesz,
Ferdinánd, első Ferdinánd császár városkapitányá, várkapitányá nevezi ki, és az ő feladata lenne az, hogy megszervezze a városnak a védelmét a török ellenében. A török el is indul, és aztán egyszer csak megtorpan, és a főerő Buda felé áramlik, elfoglalják Esztergomot, majd Esztergom elfoglalás után néhány hónappal megint csak Fehérvárnak veszik az irányt, a Sóstónál a szultáni sátrat felállítják, és hát elkezd nyomulni befelé ugye a szultáni sereg különböző irányokból. Elsősorban ugye délfelől, illetve nyugati irányból a palotaváros felől, ugye a palotai kapu irányába, és hát észak felől a budai kapu felé, amiről ugye már sokszor beszéltünk, főleg a felsőváros kapcsán. Ugye ez a budai kapu zárta le gyakorlatilag a várat, a belső várat, és egyben ugye a városnak az északi határát is jelentette. És ezt a védművet védi ugye Varkocs az utolsó pillanatig, hiszen már három oldalról körülzárták a várost a szultáni seregek, és Magony Imrének van egy nagyon jó történelmi regénye, a Fehérvár elesett című regény, amit 2014-ben a Varkocs 1543 című kis monográfiával egészített ki, ennek a korszaknak a lenyomata gyakorlatilag. A történelmi regény az pedig Szegesi Tamás városbírónak és a városi polgároknak a dilemmájáról szól, hogy hát mit kezdjenek ebben a szorult helyzetben. Ugye Magony Imre nagyon jól leírja a regényben is, illetve magában a monográfiában is, hogy 1543. szeptember 2-án Varkocs úgy vesztette életét több katonatársával együtt, hogy valaki, mai napig nem tudjuk, hogy ki, ugye nagyon sok történésztől olvashatjuk, hogy a városi polgárok kifejezetten a városbíró utasítására kizárták őket a várból. Valójában nem tudjuk, hogy ki hozta meg ezt a döntést, hiszen a katonák közül sokan még beérkezhettek a várba, és vélhetően egy katona volt egyébként, aki ezt a tettet végrehajtotta, hiszen a katonaság irányította gyakorlatilag a városnak az életét. Itt ugye olasz, német zsoldosokról van szó, a fegyvertelen városi polgárságot gyakorlatilag ők tartották kordában. Tehát ők hozták a végső döntést, és hát Varkocs ugye a budai kapu védműve előtti várárokba gyakorlatilag beszorult a társaival együtt, és hát ugye őt itt lekaszabolták igazából, és azon a helyen állították fel 1934-ben Erdei Dezsőnek a szobrát, majd avatták fel 1938. május 19-én, ugye a város török alóli felszabadulásának 250. évfordulóján, ahol őt a halál érte. Egyébként az egykori budai kapu torony közelében, annak a felvonó hídnak, hát nagyjából a lábánál, ahol ez az esemény bekövetkezett, és nem véletlenül húzódott ugye előtte ez a vízmedence az eredeti tervek szerint, hiszen ez az egykori várárkot szimbolizálta, mint ahogy Tóni is, hogy az országzászló tér kapcsán ezt a kis folyókát, kis patakocskát említette, ez szintén az egykori várároknak a lenyomata igazából, tehát amikor valaki bosszankodik, bár vannak kis hidak egyébként az országzászló téren, azt el kell mondani, hogy mert miért kell itt a vízben közlekedni, hát ez ezért van. Gyakorlatilag visszaidézni a történelmet, és 1988-ban a Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezésére egyébként ezt a szobrot és magát a vízmedencét restaurálták, majd aztán a 2013-as Szent István emlékév kapcsán Kocsis Balázs elkészítette a szobornak újra a restaurációs munkáit, a vízmedence, ahogy én szoktam említeni, az viszont nem az ő munkája. Tehát az, ott vonatkoztassunk el, az ő munkássága az a szobor kapcsolódik, a vízmedencének az elképzelése az egy más történet, hogy ezt egy csomagolóval váltották föl igazából. Menjünk tovább. Nagyon elgondolkoztál. Mehetünk tovább. Géza nagyfejedelem szobráról is kell említenünk néhány szót. Hát a városalapítási dombormű kapcsán már elhangzott ugye Géza nagyfejedelemnek a neve. Ez egy nagyon érdekes ülő szobor, ugye hát különböző alternatív helyi elnevezései vannak. Na most egyszerűen egy nagyon aranyosat hadd mondjak, mert ez úgy kifejezi azt is, hogy a bizonyos idegenkedéssel fogadták, meg hát a fehérvári humor egy picit vaskosabb humor, akkor azt mondja, hogy szőlőcsősz szüret idején. Igen. Hát ücsörgőnek, meg kuporgónak szokták nevezni, meg még egyebeknek is, de emelik a szőlőcsősz szüret idején ez az állapotot talán ezt fejezi ki a legjobban. Meszlényi Jánosnak az alkotása egyébként, Meszlényit már ugye
a koronázótéri lábasház kapcsán említettük, hogy ugye ott volt az ő egykori műterem lakása. 1972-ben készült el ez a bronz ülőszobor, annak a Szent Imre szobornak a helyén, amit egyébként Lux Elek alkotott meg, és aztán a rendszerváltás után pedig ugye itt az épülettel szomszédos Szent Imre nevét viselő Barátok temploma mellett állították fel ugye az Oskola utca felüli részen. Tehát gyakorlatilag itt volt kvázi egy helycsere, és ugye a nagypapa vette át az unokának a helyét. Hát ennek volt szerepe később a megfontolások és egyébek. Szent Imre szobor megtalálását követően, hogy hová kerüljön majd, akkor felmerült az is, hogy most vissza a nagypapát felváltsa vagy sem, aztán nyilván ezt már úgy elvetették, úgyhogy Géza maradt a helyén, és gyakorlatilag ugye 87-ben Schulz István tervei alapján egy egészen szép és környezethez illő keretet kapott a posztamense és az előtte levő részek. Hát ezt mostanában nem nagyon látjuk, most már néhány éve, de remélhetőleg jövő év tavaszán, kora nyarán, mikor befejeződik a bazilika felújítása, akkor ismét régi szépségében láthatjuk a szobrot, illetve a környezetét. És ha az a kérdés merülne fel egy kvízműsorban, hogy hol található szobor, Géza Nagyfejedelem térnek hívják napjainkban is. Ez fontos. Érdemes hangsúlyozni, hogy Fehérvárnak van egy ilyen tere is. Ezt szerintem sokan nem tudják. A Lakatos utcában jártunk már, de egy szobor miatt érdemes visszamenni, a játszó fiúk, hogy is kerültek oda, mi a történetük. Ferenczi Béni 1947-ben alkotta meg ezt a bronz térplasztikát, és egyébként 1967-ben helyezték el azon az oszlopon, amin egyébként korábban egy másik szobor állt, hiszen 1839-ben Szigl Gáspár volt az fehérvári polgár, aki kezdeményezte egy Szent Flórián szobornak a felállítását. És ugye Flórián nap, tehát május 6-a környékén az állandó tűzveszély miatt került sor részben erre a szoborállításra. Ugye Flórián nap környékén rendszeres egyházi és ugye városi körmenetek zarándokoltak ehhez a szoborhoz, imádságra, megemlékezésképpen, ugye hálaadásképpen azért, hogy a város megmenekült a tűzvésztől, vagy éppen azért imádkozva, hogy a város megmeneküljön a tűzvésztől. 1950-ben távolították el egyébként ezt a kis barokk szobrocskát, rossz nyelvek szerint pont az anyaga miatt. Már a 40-es évek végén, tehát 1944-45 környékén állítólag, de ez tényleg csak állítólagos, gondolkodtak azon, hogy hát ugye majd különböző hadi anyagokra felhasználják ugye ezt a szobor anyagot, és aztán 1950-ben állítólag tényleg egy ilyen, ugye akkor nem csak a vas és acél országa akartunk lenni, hanem azért nagy társadalmi munkában zajlott a fémgyűjtés is. Tehát állítólag, meg hát ugye a klerikális reakció megtörése egyében ezt a szobrot eltávolították, és hát ugye azért jóval később erre az üressé vált oszlopra állították fel 67-ben ezt a kis térplasztikát, ami magához a térhez viszonyítva egyébként valóban pici, de szerintem nagyon jó helyen van, és nagyon jól ez a játékosság is nagyon jól érvényesül talán ebben a térben. Arról nem beszélve, hogy ha valaki ezt tényleg szeretné alaposan megnézni, akkor közel is kell mennie hozzá. Tehát nem elég mondjuk a püspöki palota tűz fel a irányából rátekinteni, onnan nem is látszik egyébként, mert ott van egy kanyar, vagy mondjuk a mostani látogatóközpont irányából, hanem tényleg közel kell menni hozzá. Tehát ez a szó szerint turista csalogató szobor. Egyébként, ha azt szabad mondani, és most a kanyar, meg a ilyen tűzfal, meg hasonló, azt lehet mondani, hogy talán a egykori középkori belvárosnak ez a rész, ami leginkább megőrizte mondjam azt a utcavezetését, tehát a szerkezetét. És ez a Zwinger jellegű, tehát ez a falszorosok közti közlekedés, tehát a több töréssel lehet csak megközelíteni, ez végigmegy, és a neveken egyáltalán a Lakatos utca, a Rózsa utca, Bástya utca, tulajdonképpen Basa is, hát az már egy kicsit részben, nyilván egy újabb kori, de végül mégiscsak ezek, amelyek nevükben is leginkább, és szerkezetükben a középkori, hogy úgy mondjam, előzményeket.
Ha most itt a Himmelházban, a Moskovszki teremben én felállnék, megfordulnék és kinéznék ezen a romantikus erkélyen, ami a hátam mögött van, akkor biztos, hogy meglátnám azt a szobrot, ami hát talán az egyik legismertebb szobor Székesfehérváron, nekem is és nagyon sokaknak a szíve csücske, ő pedig Kati néni. Igen, hát aki ő, nem egy szobor, ő nálunk. Ő Kati néni, mint olyan. Tehát a jelenség, ugye, ahogy szokták nevezni ezeket az embereket. Hát most már 20 éve áll ez a szobor, egyébként számomra is megdöbbentő. Most gyorsan rápillantottam erre a kis puskámra, és valóban 2001-ben készült Kocsis Balázsnak ez az úgynevezett zsáner szobra. Kati nénit egy ilyen ihletett pillanatban ábrázolja, meg hát abszolút a pozitív. Abszolút a pozitív kicsengését, meg a pozitív vonulatait nem mindenki így ismerte. Ugye ez a felsőváros kapcsán is elhangzott annak idején, hiszen ő a felsővárosi úgynevezett fertályos asszonyoknak a táborát gyarapította, aki egyébként még a 90-es éveiben is a felsővárosi lakóházukból, ugye Molnár Imréné Boda Katalinról, vagy Boda Kovács Katalinról van szó, tolta a kis kocsiját, kis nyikorgós, zörgős kocsiját itt a főutcán keresztül. Még ott a Beles előtt egyébként egy kabáci fotó is készült róla annak idején, egy színes fotó, ez megtekinthető az interneten, meg hát egy-két piacos fotó is van róla, hogy ugye villával a liba fertályokat megbenti ott a fehérvári proletár asszonyok orra alatt. Ők meg ugye ilyen vágyakozón néznek befelé a rácson. Tehát a kedves Kati nénit látjuk a szobor. Ez nagyon fontos. Egyrészt a Kati néni a felsővárosi fertályos asszonynak, mondjuk azt ilyen csúnya szakkifejezésére érve, hogy archetípusa. Tehát ő a legismertebb az összes közül, és ő a felsővárosi fertályos asszony. Tehát ezt mindig kihangsúlyozzák, még akkor is, ha Katalinnak környékén ugye itt koszorúzások, meg virágátadott ceremóniák, meg mindenek vannak, hogy ez nem csak Kati néniről szól alapvetően. De hát ugye ő volt a legnagy szájúbb, ahogy a Tóni is mondta, a legszabad szájúbb. Süközné Erzsike ugye nagyon diplomatikusan elhallgatta azt a híres mondását, amit most én se fogok egyébként idézni, hogyha valaki nem vásárolt tőle, akkor ugye hát, hogy mit és hova tegyen. De minden esetre azért voltak neki pozitív, meg voltak neki negatív vonásai, sokan így őrizték meg, sokan úgy. Nyilván ezt a kedves vonulatot kellett alapvetően ugye megjeleníteni, és azokat a jellegzetességeket, a teljes kannát, a kis kosarat, a liba fertáját, ugye a négy részbe vágott sült libát kis kendővel letakarva, és egyáltalán azt a kis kocsit. Gyanítom, hogy ebből az ablakból, vagy erről az erkéről Tóni láthatta is. Hiszen... Nem láthattam, mert én előbb kiköltöztem innen, üres lett előbb a ház, mi ez itt. Ja, hogy Kati nénit láthattam-e? Hát Kati nénit, illetve a hozzá hasonló hölgyeket vonultukban láthattam, és láttam is, és itt egy kicsit a történethez had, mármint a szobor történetéhez. Balázs ezt egy fricskának szánta, tehát hogy oda akarta ő tenni a pláza elé, sarokra, pontosabban nem is egész oda, hanem ahol most a városfal föl van vetítve, a kapu, a palotai kapu, hát mit mondjak, voltak belőle viták, én is keményen vitatkoztam vele, hát aztán a műemlékes kolléganő meg különösen, aki egyáltalán nem akarta ide, én egyszerűen azt vitattam, és ha szabad azt mondanom, talán sikeresen tudtam érvelni, hogy értsd már meg, ez a várfal, az nem Kati néni, és a kofák, hanem a várfal, az a magyar történelem. Ott valami páncélos vitézt, valamelyik történelmi alakot kell, vagy lehet megalkotni. Ha te a plázának szánod egyfajta fricskának, akkor tedd a pláza elé. Akár úgy, hogy a tükörben látszódjon már, mint a tükörfalán, vagy ha azt akarod, hogy őt, mint egy jelenséget, aki a városban mozgott, megszemélyesítsük, akkor bárhová le lehet tenni, a plázától egész a felsővárosig. Tehát sétába, de ne pont a kapuhoz. És akkor ezzel ment a vita, és Balázs elfogadta úgy nyilván, és akkor közösen mondhatni, hogy még akkor sikerült a műemlékes hölgyet is megnézni, hogy figyelj,
Itt műemléki szempontokat nem sért, ez a zsáner alkotás nem jelent gondot, úgyhogy azért került ide, mert épp megy hazafelé. És innentől kezdve bárhol, és nyilván nem a elnézést valahol a bíróság után került ki, hanem a belvárosban egy elfogadható helyre, ami nem volt még tele képzőművészeti alkotással, és. Úgyhogy szerintem és forgalmas helyszín. Jó helyre került. Egy nagyon érdekes történet volt még az, hogy hát azért ezt úgy be akarták ide tenni, hogy azért legyen, és akkor, hogy próbaként. Hát a próba olyannyira volt, hogy lealapozták. És akkor utána megkérdezték a lakosságot, hogy most akkor jó helyen van-e, vagy a műemléki hatóságnak megfelelően innen el kell, vagy kérésének, vagy utasításának el kell innen távolítani, hát nyilvánvalóan nem, de hát ezt már lehetett tudni akkor az elején, úgyhogy ez egy olyan jól feltett kérdés volt, pont. És Kati néni történetével ma is el kell köszönnünk, hiszen elszaladt a műsoridőnk. Én nagyon köszönöm nektek is, Váci Mártnak és Igari Antalnak a mai műsort. Köszönöm a Hímerháznak is, hogy itt lehetünk, és természetesen kollégáknak is, akik most ismét nem látszanak, de ha én itt kinézek oldalra, sokan dolgoznak, és hogy tudnák, hogy mi kábelt fognak a műsor után még innen összeszedni. Úgyhogy tényleg hála nekik is, és természetesen nagyon örülök, hogy velünk voltak. Belvárosról még mindig lesz mit beszéljünk, de majd csak két hét múlva. Viszontlátásra!